A farsangi koncert egy frissítő, üde program az Egressy Béni Alapfokú Művészeti Iskolában. Február 12-én délután a farsang jegyében már a készülődés is eltért a megszokottól, hiszen jelmezesek sétálgattak a zeneiskolai folyosókon, akik aztán a színpadot is maskarában vették birtokba. Tavaly szerveztek ilyen koncertalkalmat először. Nagy meglepetésemre nagyon komolyan vették a kollégák és a gyerekek is egyaránt, a szülők nagy örömére, mert nagyon sokat tudtak fényképezni, boldogok voltak, hogy hangszerrel a kezükben, de mégis vidám farsangi hangulatban tudtuk a koncertet tölteni. Hát most is ez a cél, hogy egy ilyen farsangi koncertet bonyolítsunk. Nagyon sok műsorszám van, a gyerekek nagy kedvel készültek, és azt látom, hogy örömmel készültek az öltözködésben is. Tavaly még azért egy picikét rá kellett őket beszélni erre, most pedig már előre tervezték, hogy miben fognak szerepelni. Csoportok is szerepelnek a mai napon, és úgy tudom, bár ez számomra is meglepetés, de össze fognak öltözni a gyerekek, úgyhogy hát ez egyfajta közösségformálás is egyben, hogy még így is, ilyen formán is egymásra tudnak hangolódni. Legutóbb a Magyar Kultúra napjára kizárólag magyar szerzők műveit szólaltatták meg, most azonban igen színes volt a repertoár. Majdnem minden hangszercsoport megmutatkozik, illetve hát szomorúan vettük tudomásul, hogy januárban sok műsorszám elmaradt sok betegség miatt, ezeket a mai napon hallhatjuk. A folytatásban is mozgalmas lesz az élet a zeneiskolában, ahol márciusban komoly eseményre készülnek. Következő nagy eseményünk március 2-án zajlik itt az Egressy teremben, a Komárom-Esztergom megyei kamarazene fesztivál, aminek idén mi vagyunk a házigazdái. Több kamaracsoporttal készülünk mi is, remélem, hogy sikeresen zajlik. Addig pedig február 22-én még egy báli alkalmat is szerveznek jótékony célokkal. A báli bevételt nyári táborukra és technikai fejlesztésre fordítják.